A Balett Színház immáron az 5. évadját kezdheti meg Székesfehérváron. A társulati ülésen Lernár Zsolt alpolgármester kiemelte, hogy a város természetesen a nehéz gazdasági helyzetben is támogatást nyújt a társulatnak, hiszen a kortárs táncszínház az elmúlt időszakban bizonyította, hogy kiemelt szerepe van városunk kulturális palettáján. A királyi napok befejezése után egy másfajta kultúra, mondhatni, hogy kultúra folytatódik tovább. A Balett Színház tavaly nagyon sok bemutatót hozott létre, most ezeknek a bemutatóknak a kijátszása az egyik fő célja a társulatnak, illetve a Balett Színháznak. Ezen kívül pedig lesz új bemutatójuk is, erről gondolom majd igazgató úr fog majd beszélni. Azt minden esetre érdemes elmondani, hogy a világ egyik leghíresebb koreográfusa, Jerzy Kilián koreográfiáját fogja majd bemutatni a társulat. Az idei évadban a kortárs táncszínház barátai az elmúlt év legsikeresebb darabjait is megtekinthetik. Színre kerül az Aladdin mesebalett, a nagy sikerű Hattyúktava, az irodalmi ihletésű Percről percre darab, illetve a Pillangók című est is. Egerházi Attila még elmondta, a Nemzeti Táncszínházzal közösen mutatják be korunk kiemelkedő kvalitású koreográfusa Jerzy Kilián Umballo című művét, emellett meghívást kaptak Görögországba a diótörő előadásukkal. Úgy tervezünk, hogy például ebbe a színházi évadban nem két vagy három vagy öt bemutatót, mint amit tartottunk az elmúlt színházi évadban fogunk tartani, hanem egy színház, egy új bemutatót. Viszont úgy készültünk fel erre a nehéz időszakra, hogy telepakoltuk az éléskamrát, és olyan gazdag a repertoár, hogy van mit játszanunk. Tehát a további játszáson, a meglévő daraboknak a további játszására fogjuk helyezni a hangsúlyt. Természetesen a koreográfus showkészt azt szeretnénk megtartani, vagy az eddigi munkákból egy szemelvény révén, vagy pedig új alkotásokat fognak létrehozni a táncosaink. A társulat kiemelkedő szakmai és művészi színvonalat képviselő táncművészei mellé a szeptemberben kezdődő évadban új tagokat szerződtettek, bennük kivételes tehetségű magántáncosokat, karköteles szólistákat és kartáncosokat ismerhet meg a közönség.